Kedves közönségünk, önök a 27. Aranyos Kupa Díjugrató versenysorozat döntőjének résztvevőjét látják. Üdvözöljük őket! Tisztelettel kérem Ócsaváros polgármester urát, Bokodik Károly urat, szíveskedje megnyitni a döntőt. Tisztelt versenyzők, kedves hölgyeim és uraim! Engedjék meg a megtiszteltetést, hogy egy ilyen rangos eseményt megnyithatok. Nagy szeretettel és őszinte tisztelettel köszöntöm önöket a városomban. Szerintem ma után nagyon kevesen tudják azt, hogy egy ilyen rangos versenynek a döntője kerül megrendezésre, és remélem, hogy majd ezek után egyetőben tudják azt, hogy létezik ez a lovasfalm. Ez egy barátos lovasfalm, és önök is láthatják, hogy a szervezők, a koronnosok ilyen szépen előkészítették, még az időt is ilyen naposta varázsolták. Mert azt gondolom, hogy igazából itt a versenyzőknek majd a pálya lesz az, ami egy leküzdhető, ennek egy leküzdhető akadály lesz. Engedjék meg, hogy egy-két gondolatban azért a lovas hangról beszéljek, hiszen amikorékat sok-sok éve ismerem, és ismerem honnantól fogva, hogy ezt megálmodták és elkezdték építeni, és mennyi akadálya, mennyi nehézséggel mentek át, és talán ez az akadály ugye nem csak képetesen mondható, hisz itt van a lovak és a lovasok között is, a lovasok előtt is akadályok vannak. Sok-sok évek, 6-7 évek csődöttek Manikóék azért, hogy ez a lovasfalm, ez a kis pálya is kialakuljon, és ők valóban minden akadályt megküzdöttek a szomszédokkal, megküzdöttek a hatóságokkal, és ennek az lett az eredménye, hogy ma Ócsa városában egy ilyen rangos esemény döntője lehet. Én először is Anikónak is férjének és a hozzátartozónak szeretném gratulálni, hogy nem adták föl, és ezzel is a város nevét öregítik. Tisztelt Magyar és nagyon kedves versenyzők, kettőnek sok beszédnek sok az alja, és de mindenki már azt várja, hogy főleg a döntőbe jutottak, hogy megméretessék magukat, úgyhogy én köszöntöm önöket még egyszer a városban, a város szélén, ezen a lovasfalmon, és nagyon jó versenyzést kívánok önöknek, a döntőt ezennel megnyitom. Köszönjük szépen Bokodik Károly polgármester úrnak a megnyitó beszédet. Kedves közönségünk, engedjék meg, hogy egy kis történelmi ismeretekkel szórakoztassam önöket. A versenysorozat elnevezése Aranyos Kupa. Aranyos a 60-as évek kiemelkedő ugrólova volt, vélelmezhetően 1945-ben született. Kiskunban is egy szaktócstól vásárolták. A honvédségről hadsereg, illetve a BM részére lovasai voltak Tokai Mihály, Szatola Albert, Karcsú Imre, és időskorában Gyalog János. A ló már fiatalon mutatta a képességét, leginkább a kezelhetetlenségéről volt híres, nem különben a rossz modoráról, viszont határtalan bátorsága volt, küzdőképessége, kiválóan izmosodott, felcseperedett, és Szatola Alberta, aki egy született ős tehetség volt, 207, illetve 224 cm-es magasságot is teljesített, Bence neve Sori volt. A ló 1956-ban Stockholmban, háború után első olimpiai versenyen, ahol a magyar ugrólovasok részt vettek, nemzetközi versenytapasztalat nélkül kiválóan helytállt. A
A történelem úgy tart, hogy tartja számon ezt a rendezvényt, mint minden idők egyik legnehezebb nemzetközi versenye. Pályán csak a rendkívüli ugróképességű aranyos jutott végig. Ezután következett különböző nemzetközi megmérettetés, Torino, Rotterdam, Lipcse, Budapest, ahol helyezéseket, győzelmeket adott aló, majd felkészülés a római olimpiára, mely 1960-ban, ugye mindenki lázban égett, és a Piazza del Sierra régi római arénájába került megrendezésre. A pálya nagyon nehéz volt, Sut István Széplányt, Somlai Lajos okult és Móra László szertelen lovagolta. Ezeknek a lovaknak a képessége szerény volt ahhoz, hogy a pályát tudja teljesíteni. Egyedül Aranyos Karcsú Imrével teljesítette a pályát. Mindaddig, amíg a nagy idegi nyomás következtében a lovas a Karcsú Imre a pálya második felében egy fordulózászkot kihagyott, és ezért kizárták, addig a ló 4 hibaponttal teljesítette a versenypálya feladatát. Ezzel befejeződött a nemzetközi karriere. Nyugdíjas éveit Kertesként töltötte, megérdemelten, és 20 éves kora körül fejezte be a földi létet. Ma aranyos lelke ugye a mennybe, teste a vábolnai Pipaszár erdő tétisztásán alapított híres lovak temetőjébe pihen. Az alapító gondolat Horváth Zoltán barátunktól, sportársunktól, kitűnő kaszkadőrtől származik. Első minősítő díjurató verseny 1986. május 10-én került megrendezésre Kerepes tartsán. Kérem Önöket, hogy ezzel a kis intermezzóval, ismeretükkel és élményükkel tisztelegünk aranyos előtt, és gratulálunk a döntőbe való részvételhez azoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel ezt a mai versenynapot. 27. döntőre kerül sor. Köszönöm, hogy meghallgattak. Az Aranyos Kupa díjugrató versenysorozat döntőjének elbírálása, értékelése, két fordulós versenyszámot látunk. A lovasok 0 hibaponttal érkeznek. Első pálya 10 számozott akadály, 12 erőkifejtéssel, 380 méteres pályahosszal, 66 másodperccel. Széles Budai Andrea, Monori Anita, Urbán Miklós, Bán Krisztián, Szemerei Vivien, Erdős Nikoletta, Mikos Bettina, Balogh Bea, Kulidorka Gréta, Nagy Boldizsár. Stand up, stand up, stand up.
Kedves közönségünk, a 2013 évi díjugrató Aranyos Kupa versenysorozat döntőjének eredményhirdetése következik. Önök előtt a helyezett és a győztes lovast látjuk, lovasokat. 2013 évben az Aranyos Kupa díjugrató versenysorozatban 10. helyezést ért el Nagy Boldizsár Körtis nevű lovával a Halásztelki Szent László lovasklub színeiben. Gratulálunk! Edző Frank Elemér, Mahai János úr, az Aranyos Kupa Szervezőbizottság tagja, a Pest megyei Lovasszövetség elnöke, gratulál a lovasnak. Kilencedik lett Kulidorka Gréta Lénárt, ott lovagolta a Kisalgi Lovasklub színeiben. Edző Götler Vilmos, gratulálunk. Nyolcadik helyzet Balogh Bea, edző Kovács Zoltán, Tündit lovagolta Pusza Szent László Pusztaszántai Lovasport Egyesület színeiben. Gratulálunk! Hetedik helyzet Mikos Bettina, Kisbábolna Lovasklub színeiben, edző Horváth József, Legót lovagolta, gratulálunk! Hatodik helyezett Erdős Nikoletta, Gödi Sport Egyesület színeiben, Fantastic nevű lovát. Gratulálunk, önedző. Ötödik helyezett Szemerei Vivien, Laurence Lorenzót lovagolta a versenyben. Szikszai Militári Sport Egyesület, Szikszai Lajos edző, gratulálunk. Negyedik helyezett Bán Krisztián, Mizsei Lovastanya színeiben, Sólyom nevű lován, edző Sziklai Tamás. Gratulálunk! Harmadik helyezett Urbán Miklós, Táltos Birtok Alapítvány színeiben, edző Bálint Gábor. Korvin nevű lován, gratulálunk! Második helyezett Monor Janita, Casablancát lovagolta a Kövesdi Farm színeiben, jegyzett edző Füzér Gábor, gratulálunk! És a 2013 évi Aranyos Kupa díjugrató versenysorozat győztese Széles Budai Andrea, Kisbábolna Lovasklub színeiben edző Szikszai Lajos, Primást lovagolta, gratulálunk! A helyezettek pénzjutalomba az első helyezett utazási utalványban részesült, amely 300 ezer szálloda, 191 ország van jogosult felhasználásra, gratulálunk! A versenyévad során a legjobb átlag teljesítményt elért ifjúsági versenyzőnek, a szervezőbizottság és edzőjének emlékplakettet külön díjat ajánlott fel. Zsikla Nikolett,
érte el. Edzője Németh István, gratulálunk! Kérjük az edzősporttársat is. Na, menjünk messzire. A 2013 évi rangsor eredményét hirdetjük, ranglistát, melyet szintén az első három helyezettet díjazza a szervezőbizottság. Ifjúsági kategóriában első Zsikla Nikolett, 43 helyezési ponttal gratulálunk. Edző Németh István. Második helyezett Bán Krisztián, 29 helyezési ponttal, edző Szikszai Lajos, gratulálunk. Harmadik helyezett Nagy Boldizsár, 19 helyezési ponttal, edző Frank Elemér, gratulálunk. Felnőtt ranglista helyezési sorrendje. Első Urbán Miklós, 87 helyezési ponttal, edző Bálint Grábor, gratulálunk. Második helyezett Kis Zsófia, 50 helyezési ponttal, jegyzett edző Tuska Pál, gratulálunk. Harmadik helyzet a rangsorban Erdős Nikoletta, 45 helyezési ponttal saját magát képzi. Kedves közönségünk, önök a 2013 évi Aranyos Kupa díjugrató versenysorozat legeredményesebb lovasait látják. Gratulálunk, tapsal köszöntjük őket. Gratulálunk a győztesnek, a helyzeteknek, további sikereket elkövetkezendő versenyeikre. Egy kis türelmet kérünk még. Kérem, tiszteletkörrel üdvözöljük a közönséget. Jó. Széles Budai Andrea, Monor Janita, Urbán Miklós, Bánt Krisztián, Szemerei Vivien, Erdős Nikoletta, Mikos Bettina, Balogh Bea, Kulidorka Gréta, Nagy Boldizsár, a győztes és helyezett lovasok. Gratulálunk! Ha, ha, ha.
osztályok összerendeződnek. Cheese. Mi hidratálunk.